Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Brawl Stars-os videóban, és amit itt láttok a képernyőn, az bizony nem ámítás. Itt van Sandy full power-ön, és ki fogjuk próbálni, hogy milyen és nulla kupán, hogy teljesen megvan neked a legmagasabb szint power-ben ezzel a karakterrel. Nyilván még egyébként a Star Power ki lehetne rányitni, és akkor még keményebb lenne, ha megvan a Star Power rá. Viszont én nagyon adom ezt a karaktert, még nem játszottam vele, de a hangja iszonyat jó. Iszonyat jó, mennyire motivált arra, hogy nyerjen egy mérkőzést. Hát nem, éppenséggel bealudna majdnem a karakter. Viszont megnézzük, hogy milyen. Úgyhogy az első mérkőzéseket el is kezdjük, Double Trouble-ön fogunk játszani, ahol ugye még Juice is van, és szerintem nem lesz rossz ezen a pályán ez a karakter, főleg a középre oda bemegyünk, és be is fogunk menni, kiszemeljük azt először, valószínűleg, hogy nagy részt emzekkel fogunk találkozni, hiszen most ugye rengeteg mindenkinek megvan nulla trófeán. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit lehet majd csinálni ezzel a karakterrel, hiszen még sose próbáltam ki. Úgyhogy srácok, ha tetszik nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot, ha szeretnétek azt, hogy még játszunk majd ezzel a karakterrel. De úgy néz ki, hogy elég komoly, ugye itt az Ems most, és meg is akar ölni, és amúgy simán meg is ölhetne. Hát, oké, visszük elfele. Egy kicsikét ugye hasonlít egyébként Ems és Sandy működése, viszont annyi, hogy Sandy közelre és ugyanakkor át sebez. Ami ugye baromi durván jó, sokkal jobb, mondhatjuk úgy, mint hogyha egy Emzel lennénk esetleg. Ojajajajajajajaj, azért rengeteg sebzést toltunk már ki így három Power Cube-ben, arra lesz a kíváncsi egyébként, hogy meg lesz a Juice vajon akkor mennyit tud majd sebezni ez a karakter, hiszen elég erős ez, és ott is van, úristen, hát konkrétan mennyit sebeztünk? Azt láttam, hogy 1500-as sebzésünk már volt, de nem tudom, hogy hány Power Cube-ban. Le kéne csekkolni, meg kéne nézni, hogy mi van ott esetleg, hogy valaki tartózkodik-e. Nem nyomtam még el ezt a Sandstormot soha, így ilyenkor láthatatlanak vagyunk, és ilyenkor nagyon jól tudjuk kihasználni azt, hogy esetleg a Juice-t felszedjük ugye valahol. Úristen, de gyors ez a karakter, és magas a sebzése is, így Juice-olva meg még keményebb. Csekkoljuk az összes Bush-t, hiszen nagyon jól lehet ezzel a karakterrel, el fogunk itt bújni valahol. Nem tudom, hogy a Crow hol tartózkodik, de ahogy spammelődni fog, spawnolni fog valahol a következő Juice, azonnal menni fogunk rá. Most már látjuk, hogy hol van a Crow, nem tudom, hogy mennyi Power Cube van, valószínűleg neki is nagyon sok, és ahogyan be fogja szedni az első Juice-t, azonnal támadni fog felénk, ez fix. És most nézzük ki rá, és kapja, és Oreo meghalt. Iszonyatos nagy sebzése van ennek a karakternek, Jézusom! Nem is gondoltam, hogy ilyen erős, pedig ő nörfölve is lett. Bizony, eléggé nörfölve lett ugye Sandy az új balance update-ben, de még mindig azt mondom, hogy nagyon király. Lehet, hogy az egyik kedvenc karakterem még fog válni akár, hiszen Ems is nagyon tetszik, pontosan azért, mert ahogyan működik a karakter. Valahogy ezeket szeretem, akik így nagyobb ívben tudnak lőni, nagyobb sebzésük is van, de biztos, hogy nörfölve lesz Ems, de hogy Sandy vajon nörfölve lesz a jövőben, hát szerintem egyébként ő is lesz még bőven, és nagyon jó sebzése, főleg, hogyha már ugye tudunk szerezni 1-2 Power Cube-ot, úgyhogy erre fogunk most is rámenni. Mintha egy kicsit ugye gyorsabban lőnék ki valószínűleg ezeket a lövedékeit, mint Ems. Hát Ems az ugye eléggé lassacskán tudja darálni a sebzését, legalábbis lassabban megy ez a köd. Viszont ezzel instant be lehet lőni. Szóval ennyiből jobb talán, jobbnak lehet mondani a Sandy-t, mert ő azonnal sebez és rengeteget. És most, hogy közel megyek rá, azonnal meg is tudom szivatni ezzel. Hoppá! 200 millió IQ a láthatatlanság. És ilyenkor instant láthatatlan vagyok még ugyanúgy benne. Nem lát minket, és őt is megölöm. Hát konkrétan mindenkit kinyírtunk ezen a pályán. Az összes killt én szereztem szinte. Lehetséges. Na, egy lassú karakter, egy gyors karakter ellen ki fog járni? Hát nyilván a Sandy. A homokos karakter. Hát ez a neve, hogy Sandy. Ugye Sand az homok, a Sandy az pedig homokosat jelent. Nagyon jó a szuperje, hogy láthatatlan tud lenni. Hiszen ha most én el fogom itt tolni, akkor konkrétan nem tudja, hogy én merre vagyok. Hogy hol tartózkodom vajon. Hogy vajon merre vagyok. Esetleg. De elvihetem a Juice-t, ami itt van lent. És aztán pedig rámehetek simán a Piperre. És ő nincs sem sejt, nem tudja, hogy hol vagyok, mit csinálok. De rengeteg Power Cube-om van, és be vagyok juice-olva. Úgyhogy Dennykém, gyere ide. Gyere ide a papához, 5300-as sebzés. Atya úristen, mi ez a karakter? Milyen lehetett ő fénykorában? Már el sem tudom képzelni. És milyen lehet, ha megvan valamelyik Star Power-je? Júj! Nagyon jó ez a Sandstorm, nagyon tetszik ez a szuper képessége, a sebzése is rendben van. Eddig
egy hót király karakter. És jobb, mint Enz, hiszen ő közelre is ugyanannyit besebez. Szóval Enz versus Sandy. Vajon ki nyerne? Hát szerintem a Sandy, hiszen hogyha tud játszani ez a karakter, tud játszani ez a Sandy, akkor ő kihasználja azt, hogy ő közelre ugye nagyobbat tud sebezni. Most mindjárt meglátjuk, kinyír! Az utolsó pillanatban kinyírt a karakter. Hát erre nem számítottam. Viszont ugye a reload speed az nem a legkirályabb Sandynek, úgyhogy emiatt sajnos buktunk itt egy mérkőzést, vagyis hát hiába nyertünk kupát, de én ezt bukásnak mondom, mert nem volt a legkirályabb mérkőzésünk. Úgy néz ki, hogy 8-bitnek még mindig nagyobb a sebzésre, és sokkal nagyobbat tud kitolni. Ez egy kicsit hiba volt, inkább ott kellett volna maradni ugye a Power Cube mögött, azután pedig el lehetett volna vinni az bőven, és most pedig rá fogunk menni a Piperre, akkor nem megyünk rá a Piperre, ha közben meg visszamegy, és most el akarja vinni. És el is fogja, de közben meg fog halni. Hiszen már olyan közel vagyunk hozzá, hogy megpusztul. És ott van a Jean is, aki egyébként hasonló módon működik valamilyen szinte, mint Sandy, legalábbis sebzésügyileg hasonlókat tud kitolni közelben, főleg, hogyha ugye be is talál az egésszel, és már megint. És már megint itt van ez a karakter, viszont most megbosszultuk azt, amit előzőleg ugye elbuktunk. Sajnos. Nem kellett volna elbuknom, hiszen az egy nagyon easy meccs volt. Ugyanúgy ezt meg is fogom ölni, és a Sandstormom is elvileg sebezne valamennyit, de most nem igazán sebez, úgy látom. Oké, jók vagyunk, és rajta van egy Sandy pont ugyanúgy ezen a karakteren, és meg is halt. Meg is halt. Közben pedig ugye az Ems kiszemelt minket, de idáig nem tud ellőni, viszont ott van a Jean az pedig nem fókuszál minket szerencsére, a Juice ugye kiment, és az utolsó karakter az pedig Jean lesz, aki simán ránk tud jönni, viszont elviszem a Juice-t, és innentől kezdve én gyorsabb vagyok, de akár be is tudna pullolni, és lehet, hogy be is fog pullolni, 7 power cube van, ami rengeteg. Fel kéne vinni valahogyan a szuperemet, és azután pedig láthatatlanból tudnék támadni rá. Most ha fel fogja vinni a Juice-át, akkor fix, hogy meghaltunk. Az a probléma, ha nem tudok itt elbújni valahova gyorsban, akkor mindenféleképpen meg fog ölni. Úgyhogy nagyon gyorsan itt elbújjunk, itt a szélén. És vártuk azt a pillanatot, de bepullolt, iszonyat jó játékos, viszont a 8-9 Power Cube, nem tudom mennyi volt pontosan, mert utána felszedtünk, az többet jelent, mint az, hogy volt neki Juice-a. Instant megöltük, elpárologtattuk konkrétan. Jézusom! Nagyon jó sebzése van, amikor több Power Cube-je van már Sandynek. Ez egy nagyon jó karakter. Igaz, hogy mondtam, mechanikára hasonló, mint az Ems, de mégsem. Hiszen az Ems az nem olyan jó közelben, mint a Sandy például. És nagyon érdemes ugye bemenni akár középre is, hogy több Power Cube-ot tudjunk szerezni, bár most a közép az annyira nem jó választás, hiszen csak kettő van ott, de mégis jobb lett volna, mint az, hogy most egyet viszek el innen. Ettől függetlenül inkább itt azt az oldalt próbálom kiszemelni, hiába most már, mert rengetegen ide gyűltek, és itt van közben a Bibi is, aki viszont kapja a sebzéseket azért rendesen, és én megkapom az 8-bittől sajnos. Nagyon sok enemy van itt, kapja, oké, nem tudom, hogy van-e itt valaki, szerencsére nincsen itt egy másik Sandy, hiszen láttunk valakit itt a játék elején. És amúgy meg is tudott volna ölni simában szinte, az a PEM, majdnem 8-bitet mondtam, de egyébként az 8-bit is meg tudott volna ölni minket. Viszont van itt egy Juice, amit ki fogunk használni, és rá is megyünk arra a Rikóra, akit tartózkodok. És közben pedig fel fogjuk venni a következőt is, hiszen nekünk van Juice-unk. És Juice-olva nem inném, hogy bárki is bepróbálná ezt, amit a Piper bepróbált, hiszen egyébként ő fel tudta szedni sajnos. El is nyomjuk a láthatatlanságot, és bármelyik 8-bitet betámadhatnánk most ebből a szituációból. És meg is fogjuk próbálni, nem csak próbálni, hanem meg is fogjuk ölni konkrétan azt a karaktert, mert olyan távolságba kerültünk, és úgy nyertünk, hogy az utolsót meg sem öltük, hanem valószínűleg a Poison végzett vele, vagy pedig, hát valakitől kapott annyi sebzést, így az utolsó pillanatban te már rankötön van. Nagyon könnyen lehetne felvinni ezt a karaktert, iszonyatosan élvezem a játékot vele, nekem nagyon tetszik, az egyik kedvenc karakterem lett már most azt mondom, és hát remélem, hogy nagyon durván nem fogják szétnörfölni. Viszont nagyon jól működik itt a Solo Showdownban, azt kell, hogy mondjam, és legalább a Mortis sem lehet olyan nagy probléma számára, mint mondjuk esetleg ennek a karakternek, aki itt tartózkodik, ugye. Nem fogjuk lekövetni, mert tudjuk, hogy akkor ő nagyon sok sebzést tud kivinni. Viszont el fogjuk vinni ezt a 2 Power Cube-ot innen. Bázony, hogy elvisszük. Nem akárhogyan visszük el. Júj! Nem jó. Oké, nem tud annyit deselni ránk. Azt hittem már, hogy meg fogok halni. Viszont szerencsére egy kevesebb IQ-jú Mortis talált ránk.
és hát nem tudta, hogy így meghalhat akár. Oké. Csekkoljuk itt a dolgokat, aztán meglátjuk, hogy hova fogunk menni. Nagyon jó itt nekünk. Ó, de jó itt nekünk. Kapja, meghalt. Ennyi. Hát... Iszonyat jó. A Crow is meghal, mindenki meghal. Mondjátok már azt, hogy nem erős. Nem erős a Sandy, komolyan mondom. Mi sebzéseket visz ki? Hogy ne lenne erős? Bár mondjuk az a Pam az még mindig el tudna minket tenni a láb alól, szerintem. Tehát függetlenül rányomjuk a sebzéseket, és a Juice-olva valószínűleg ránk fog már jönni. Mindjárt meglátjuk, hogy merre fog menni. Mindjárt meglátjuk. Kellene nekünk egy Juice mindenféleképpen, úgyhogy reméljük, hogy való spawnolni fog. Mi ez a mozgás komolyan ennek a karakternek? Szétadom. Az aljáró karakter. Imádom. Nagyon tetszik. Oké. Nézzük, merre fog spawnolni a következő Juice. Hogy be tudjuk-e hozni? Ja, hogy már a Pemen rajta van közben. A következő. De kapni fogja innen tőlünk a sebzést. Viszont ez ügyes. Nagyon ügyes move volt, és kapom. Sajnos rossz irányba mentem el, inkább a bal oldalra kellett volna fordulni, hiszen nem lát minket, bár hogyha szerintem közel van hozzánk, akkor lehet, hogy észrevesz. Nem tudom, hogy a Sandstorm olyankor is ugyanúgy láthatatlanná tesz-e minket. Harmadik hely, ami szerintem még mindig király. Azt mondom, játszunk még egyet, és ha szeretnétek majd még hasonlót látni, amikor Sandy-vel nyomjuk, vagy valami más karakterrel, akkor mindenféleképpen dobjatok már most egy lájkot, srácok, hogy lássam azt, hogy van erre igény, hogy szeretnétek még látni hasonló videót, amiben játszunk bizonyos karakterekkel. Nekem ez első véleményre nagyon tetszik. Iszonyatosan tetszik ez a karakter. Élvezett vele játszani, pontosan ahogyan Emzel, és Emzet hamarabb megismerhettem, mint ugye ezt a karakter, de hát ezek után lehet, hogy azt mondanám, hogy jobban tetszik, mint Emz. Hogy jobban adja. És kapja, Jézusom, de még mennyire kapja azokat a sebzéseket. Ott van rendesen a szeren. És hát most juice-olni fog valószínűleg a Crow is. A Franket pedig szét tudjuk lőni. De fent van a szuper, amit bármikor elnyomhat, és nagyon szépen el is használta, szerencsére nem ránk. És most begyűjthetjük. Begyűjthetjük az összes Power Cube-ot az egész mapon. Hát mennyi gyűlt ott össze? Srácok, rengeteg. És az autóatakom nem tudom miért nem, hát nem a Pemet lőtte, viszont az újabb kill itt van, és a másik is itt van. Hát mindenkit kinyírtunk, már megint egy high killes mérkőzés. Nagyon magas killes mérkőzés, és fel fogjuk venni ezt a Juice-t is, viszont előtte felveszik a Power Cube-ot. Meg kéne találni, hogy hol rejtőzik az ellenfél. És ahogy ki fog mozdulni, mi a Juice-t felszedjük és letámadjuk. Nem tudjuk, hogy ki az utolsó. Ki az utolsó játékos most ebben a mérkőzésben, viszont az biztos, hogy ki fogjuk végezni. Az tuti fix, hiszen már még egy Juice is spawnolódik itt a közelben. Ki fog-e mozdulni? Szerintem nem. Szerintem egy nagy kemperrel van dolgunk. Mindjárt megnézzük, hogy hol van. Aha, az 8-bit lesz az, aki lehet rá is mozdul a Juice-ra. Rá is mozdult a Juice-ra, jönni fog a következőre. Viszont mi ezt elvesszük, és nekünk tovább fog tartani a Juice-unk. Ő nagyobb ranges, tehát akár meg is ölhetne, mivel nagyobb távolságból tud ránk lőni. Viszont elment neki, most már a Juice nekünk még megvan, és 5166-os sebzést toltunk ki, úgyhogy rajtunk volt a Juice, az Energy Drink. Jézusom! Ennyi Power Cube-bal és Energy Drink-el. Oltári király ez a karakter! Jézusom! Nem gondoltam, hogy ilyen jó ez a karakter. Komolyan mondom, azt hittem, hogy ő egy ilyen gyengécskép karakter. A fenéket. Az biztos, hogy juice-os mapokon még többet fogom játszani. Nagyon jó. Nagyon tetszik, hogy konkrétan úgy működik, mint egy pokó, viszont sokkal nagyobb damage-e van. És sokkal inkább egy offenzívebb karakter, mint sem pokó, aki inkább egy healer, egy support mellette. Ez rendesen össze van téve, srácok. Ez rendesen össze van. Nekem nagyon adta, úgyhogy ha tetszett nektek ez a videó, srácok, és szeretnétek hasonlót látni, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, esetleg még nem tettétek volna. Ezzel rengeteget tudtok segíteni, egyszer ez a csatorna akár eléri a 100 000 feliratkozót. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki feliratkozik, megossza a streamet, vagy videókat, mindent attól függően, hogy mi tetszett neki, és esetleg vannak olyan ismerősök, akinek tetszett, akik mesélnek erről a csatornáról. Úgyhogy köszi, srácok, aztán találkozunk a következő videóban, legyetek jók, sziasztok!